Sziasztok! A Wargaming Vérvalahára megosztotta velünk, hogy mégis milyen tankok lehetnek a 2024-es ünnepi hadművelet nagy ládáiban. Az egyik ilyen, ugye az Object 752. Korábban ugye volt arról témázgatás, hogy vagy az ISU 122-t rakja be a Wargaming, vagy pedig ezt a táras 9-es térű szovjet prémium nehéz tankot, és hát végül is ugye ezt a tankot dobta be a Wargaming a ládákba. Én nem vagyok erre gattatva. Teljesen standard tank, ami lényegében arról szól, hogy ez a központ rész, tehát a felső lemez a testén, illetve maga a toronypáncélzat, utalisan jól védett, ezt amúgy el kell ismerni, de a hasi lemezé szerintem eléggé könnyű beütni, bár ahogy elnézem, vannak rajta ilyen trükkös pontok, összességében azt gondolom, hogy a hasi lemez főleg ezen a kis ponton egyébként beüthető. Látjátok, hogy van például ez a kettő kis pont, ami ugyan a hitbox része, viszont ha ellövöd a tankot, akkor ugye nincsen sebzés, de hát igazából teljesen ide a közepébe kell belülni, ennyi a lényeg, és itt már egyébként ugye maga a páncélt eléggé gyenge. Illetve van a kettő kupola, ami viszont eléggé nagy. És én játszottam már ezen a tank ellen korábban egy supertester próbálgat, hogy mégis a tank mire képes, és akkor úgy emlékszem, hogy eléggé könnyen elintéztem. Ugye a Huldánban játszott, próbált ugye engem ellőni, de a lövege nem volt eléggé pontos, látjátok, hogy eléggé rosszak a paraméterek. Ugye egy táras nehéz tank, 3 darab lövedék latárban, nagyjából 3 másodperc, 3,2, ameddig ugye újra tört lövések között. Szóval szerintem hiba behozni egy ilyen tankot így karácsonykor, mert ez egy olyan tank, ami szerintem nem különleges, látunk már ilyet. Valaki akar egy táras nehéz tankot, ott az IS-3A, ami szintén egy ilyen szottyadék nehéz tank, de TR-8-as, és aki akarta, már megszerezhette. Egyébként alaplegénység, nyilván ahogy a Tiger Mausnál, ha már korábban rendelkeztél szovjet nehéz tankokkal, örülhetsz, ugye belemennek a legénységi tagok szinte egy az egyben. Én elsősorban bérmentem rá pontosságra, a fontosabb képességekre, 4 legénység skillnél egy javítás esetleg még az, ami rámert erre a tankra. Ilmor szempontból én teljes mértékben a standard választásokat mondanék nektek, ugye ezen a ponton a bal oldalsó az, hogy megéri. Pontosságra rá kell menni, ennél a tannak a lövege nagyon hertikus, közepes hatótávon működik, talán közelharcban hatékonyan. Sniperkedni ezen a tankkal szinte eléggé necces, ráadásul, ahogy elnéztem, az alpülövedéke is lassan száll, a penyertéka korrekt, de szerintem ezzel a nehéz tankkal a játékosok hosszú távon rá fognak állni arra, hogy nem farmolni fognak ezzel a tankkal, hanem ténylegesen élvezni a játékot, azt pedig ugye APCR-rel lehet elsősorban. A repesznek semmi értelme. Hát maximum egy tárat be lehet vinni, de én az ilyen táras tankoknál nem használok repesz rombolót. Nézzük meg, hogy mit tud a tank. Amúgy tettem rá egy turbót, mert olyan néztem, ilyen 40 környéke a sebesség, és úgy éreztem, hogy a turbó az mindenféleképpen kell majd. Én nem várok el az Object 752-től semmit lényegében. Én azt gondolom, hogy amelyik tank szembe jön velem, az engem szénnél fog darálni. Tehát én nagyon készülve arra, hogy akár ilyen 8-as tankok szembe jönnek, mondjuk egy BZ-176, egy Object 732, egy Skoda T-56, és totálisan megreptelnek. Vagy például, hogyha azt nézed, szerintem egy Tiger Maus ellen ezzel a tankkal semmi esélyed. Hát egy maximum, hogyha arannyal lősz, de szerintem egy Tiger Maus ezt megzabálja. Ó, azt nem mutattam külön, de egyébként 1800 a TPM értéke, ami brutálisan kevés szerintem. Tehát tényleg egyszerűen 1800-as a TPM érték egy lóltalakinak tier 1-ben már majdnem nagyobb. Mondjuk nyilván annak a lőnek gyengébb, de csak hogy érzékeltessem, mert a DPM érték különbségeket a kettő tank között. Azt hiszem a lóltalakinak 1300. Mindegy, szóval nyilván lehet majd játszani ezzel a tankkal, király csatákat. Nem tagadom, hogy jó játékos kezében ez a tank fog működni. Vannak olyan matchmakingek, olyan térképek, amikor tényleg majd ezzel a 752-vel lehet ténykedni.
de valahogy így belső elnézésre semmi jóra nem számítanék. Vagy szidom a tankot és elkezd jól működni. Tehát láttunk már erre példát, hogy adott egy tank, egy hulladék, de tényleg, tehát hogy nem jó semmire. De amikor tesztelem, akkor hirtelen elkezd tök jól működni. Sőt, tényleg rengeteg ilyen alkalom volt, amikor például ugye mostanság, amikor így ráállok ezekre a premium tank tesztelésekre, akár a Black Friday kapcsán, stb. Akkor van egy tank, tudom, hogy egy hulladék, tudom, hogy nem működik, de szidom, és akkor játszom vele elképesztő csatákat. Na jó. A sniping az nem volt rossz M103-ra. Nézzük, hogy a T28-ra szemben a játék beadja a lövéseinket. Illetve az eredetűen rossz lövegkezelhetőségi értékek miatt én azt gondolom, ezzel a tankkal érdemes hosszan célozni. Hát ez nem egy olyan precíz löveg, hogy rárántod az ellenfél, és akkor azon ellövöd, hanem ez egy ilyen megfontolt a fűfegyverzet. Vagy hát türelmesebben kell használni, maradjunk annyiban. És nyilván ennek a hátránya az, hogy amúgy próbálod ugye valamilyen szinten védeni a kupolát, tehát akár azzal, hogy a löveget megemeled, és akkor hát a kupolát ugye ezzelben tudják ellőni. De közben meg ugye miután visszacélzod az ellenfelet, mert ha értek ilyen fura kifejezéssel, akkor idő kell ahhoz, hogy rendesen ellőhessd, meg ugye becélozhassd. És ez például szerintem tök zavaró. Ugye alapból az alfa nem olyan kiemelkedő, nyilván a társsebzésünk az már korrekt. Most például azért, hogy belesebezzek 400-ra T28-asba, 30 másodperc keresztül töltögetnem kell. Ha ez a csata lassabb, ha lesz időm játszani, akkor no problémú. Ez a csata egy turbo meccs, akkor 5 perces vége, és akkor kijövök a csatából jobb esetben 2000 sebzéssel. Na! Pedig már kezdtem reménykedni. Ánci, ez a teszt. Mi a fene? Nagyon próbálkozzunk. Amúgy azt hozzá kell tennem, hogy nem tudom, az előbb talán megfigyeltétek, hogy az FPS-em droppolt, meg a játékom a szaggatott. Nekem jellemzően ezen a ponton csinálja ezt, hogy ez is egy ilyen átalakított része a térképnek, meg általában még középen szokta, ugye ahol van rombolva a városi rész, ugye az FPS-em droppolgat. Nem tudom, hogy nektek is így van-e, hogy nektek csinálja-e. Nekem sajnos igen. Hibázott. Oh, eddig nulla sebzés. Mi a fene? A hulladék páncélzott. Megvéd. Na, ennyi. Szidnik a tankokat csat. Ez a megoldás. Mondtam nektek, hogy mindenre ez a megoldás. Szidni kell a tankot. És jól működik. Mondjuk szerintem a Bézi egyszerűen csak meglőtte a tankomat középen, és akkor azért nem adta neki a lövés, de hát ez ilyen. De tudni kell, hol kell ellőni a tankot, nem maradjunk annyiban. Elesztjük gyorsan a Bézét, mit talán lövedék marad a kobrára. Vagy rátöltünk. Hát inkább lövök még egyet. Aha, 5 másodperc, ameddig becélzom az M40-et. Eddig 2.8. Nem is tudom. Mert hogy a végére meg fogom szeretni ezt az új tankot, az Object 752-t. Ki tudja? Ki tudja? Amúgy a poén kedvéért rá kéne menni erre a kobrára. De... Amúgy szerintem csak, amúgy leginkább szerintem ez azért van, mert új tank, és nem tudják még az emberek, hogy hol kell beütni. Értem, kobra. Értem. Mondtam, srác, hogy néha feltűnően. De hogy fogják így elhinni a YouTube nézők, hogy tudok játszani a játékkal, ha?
tényleg az van, hogy adott egy tank, szerintem hulladék, gatya nem működik erre. Érted, mindenki spattog a testünkről. Mindegy, szóval, amit elmondtam nektek az elején, hasilemez, meg a kupola. A tank idézőjelben közepe ugye az nem elvértő, ami már rendben tőletlenem. Nem tudok, mert nincsen több alpülvedékem. Hát akkor ma a PCR, baby. Mostanság amúgy ezen a mappon azt csinálják a játékosok, igen, hogy itt tömörülnek, itt kempelnek, a sorokban, a K0-ban. Aztán nem tudom, miért csinálhatják. Na, el tud lőni. Aha. Nem, mintha nehéz lenne ellőni ezt a tankot. Uha, célzás idő. Igen, alakul. Hát igen, ez az egy tárból 400 sebzés, majd 30 másodperc immunalmozás. Hát igen, ez a baj, ez a nehéz tankkal, meg ugye kevés hozzá a lőszer. Ne. Amúgy csapattár csak. Egy dupla V esetleg. Mit szóltok hozzá? Még valóban nem hülyesség így bevédeni a kupolát, csak ugye ha véded, attól jön meg a kupolát, akkor nem tudsz lőni az ellenfélre, és ez baj. Csapat, low, srácok, standard B, red line-on, 50 TP, M3, Fú, ezt csináljátok, léci. Tehát adott egy ellenfél, egy standard bit, teljesen felesleges elmenni a vörös vonalra, megkerülni az épületet, rá kell menni, főleg egy ilyen M3-assal, ez a 200 HP-n. Nem is tud kilőni téged az ellenfél. Na mindegy, ez egy meglepően jó első kör volt. Erre mindig ez van. Tankot szidom, a tank pedig elkezd jól működni. Ez nem tudom, miért van. Amúgy 8 fokos üvegsüllyedésünk, ami egy szovjet tankhoz képest amúgy kiemelkedő. Igen, itt mondjuk volt idő lőni. Ugye 22 lövésből 6 totál mellé ment, 3 lepattant. Nézzem már meg, hogy amúgy hol lőtek el bennünket. Hát amikor nem ütöttek be, akkor ugye pont azokon a pontokon lőttek el, amiket mondtam nektek, hogy itt középen kell lőni a tankot, mert különben ugye lesz találat, csak ugye nem lesz sebzésetek. Ez a kobra próbálkozott ugye a sinemezünkkel, de kevés volt hozzá a penértéke. A Conway azt mondta, hogy ő megoldja a parasztban, ő átküldte a frontot. Sander B tudta, hol kell lőni a tankot. A legvégén pedig igazából előtte a tankunk közepét, kumulatíva, hogy beadta a felső lemezt. Hát igen, a tank az hektikus szerintem. Na jó, mindegy, nézzünk még egy karikát. De mondom nektek, hogy volt, amikor egy normális hulldántomban ültem, talán a BZ-58-2-ben, vagy egy fézegyben, nem tudom pontosan, de emlékszem arra, hogy egy ilyen hulldán harcba kellett belemennem egy ilyen tank ellen, egy szupertest szervezette, és neki a játék nagyon-nagyon rosszul ment. Nem tudta előni a tankomat, mert ugye mozognia kellett, nem tudott úgy megállni egy helyben, mint ahogy én csináltam az előző karikában, Boinbergen. Nem, ugye mozognia kellett, meg valamilyen szinten védeni magát a kupoláját, és egyszerűen ugye nem volt ideje rendesen engem becélozni. Ez a nehéz tank valóban arról szól, hogy el kell töltened egy ilyen 3-4 másodpercet, akár még többet azzal, hogy rendesen be tudsz célozni az ellenfél járművét. Vagy hát inkább egy gyenge pontot ugye az ellenfél járművén. Amúgy az, hogy van lesüldés, az nem hátrány, az mindenképpen segít.
Hát meglátjuk majd, hogy működik. Én attól félek egyébként, hogy ezek a csaták nagyon kedvezőek, ugye az első néhány csata, ilyen első vagy a mások alkalmával mindig ugye bedob olyan tírekbe, olyan matchmakingekbe, ami a számodra kedvező, de aztán nem tudom, majd ha jönnek a Crown Wagon, elkapnak a úrók, a Contra Carrók, meg a többi ilyen OP-OP Huldán tank, akkor igazából hajamra kenhetjük a 8 fokos lelksüllyedésünket, meg azt, hogy valamilyen szinten ugye lehet vele Huldánban játszani, attól függetlenül, hogy ugye a szovjet nehéz szakról van szó. Oké, kapkodni nem akarunk. Amúgy Samuával nem játszanék így, hogy a srác csinálja. A napokban próbálgattuk. Nincsen toronypáncélzat. Szerintem ezt már szándékosan csinálja. Ne, tudod, hogy szándékosan csinálta. Inkább el is jövök onnan. Erre amúgy ez a legjobb megoldás, hogy lökdösnek benneteket, hogy inkább csak úgy elmentek abból a pozícióból, aztán érted. Valahol máshol játszhatok a játékot. Na jó, hát csak megnézem magamnak. Nagyon olyan csábító ez a VZ, tipikusan amúgy gyengén védett nehéz tank, sőt talán még stokkos is. Igen, stokkos volt. Oké. Okay. Amúgy ilyenkor azt nem értem, hogy miért lepődök meg, előbb mondtam el nektek, hogy a löveg egy hulladék, egy semmilyen löveg van ezen a tankon. Tehát nem tudom ezen miért kell meglepődni, hogy a szokosi vézét nem tudom lassan ellőni. Tehát igazából, ha jobban belegondolok, ez amit el is vártam ettől a tanktól, a semmit. Itt gond igazából akkor van, hogyha a tanktól elvársz valamit. Egész addig, ameddig a tanktól semmit nem vársz el, úgy vagy vele, hogy mindegy, lesz ami lesz, van 2000 sebzésed, már boldog vagy, akkor nincsen probléma. Itt akkor valóban akkor történik meg, amikor van elvárás a tank felé, az meg egy kupla snipe mi, persze, hogy az volt. Hát igen. Mondom itt ilyenkor amúgy azt én megtehetném, hogy így lemelem magát a löveget, és akkor ugye nem látja a kupolát, és akkor erről a pontról meg lepattan, de talán ugye a visszacélzás az időgényes, várjatok, mert meg lehet próbálni. Mert nagyjából ez hogy néz ki, hogy működik. Ha? Ilyenkor nincsen gyenge pont, és nem is tud bennünket ellőni. Hát igen, csak ez a játék stílus meg, hát nem tudom, olyan, amilyen. Ez meg olyan, amilyen. Amúgy azt nézem, hogy eddig ez a stokkos vézi amúgy brutálisan jól csinálja. Csak rápróbálunk hát, ha. Halál. Ó! Oh, azonnal lő. Amúgy lehet így is. Hoppá. Ó, várjál! És mondanám, hogy a Red Line-on, de egyébként a víznél valahol ott kempel a háttérben egy UDESZ. Hoppá, hoppá. Iszú, 130 PM, Scorpion jó a háttérben. Megindulni amúgy baromi korai lenne. De mindegy. Let's go baby. Megéri.
megéri a kockázatás. Egy tapasztalt játékos. Egy tapasztalt Gresszel van dolgunk. Uraim. Wow! Na jó, meg kell majd néznem, de hogyha nem tévedek, ha jól látom, akkor igazából a torony a gyűrűt ütötte át, és ezt meg kell majd néznem még egyszer majd, ha vége a csatának. De ez mondjuk így para. Én azt gondoltam, hogy egész addig, ameddig a kupolát nem lehet elülni, addig a tank valamilyen szinten jól védett, de olybá tűnik, hogy nem erről van szó. Azok pörmatre körek harcos. És ki van balasszolva a tank. Nice. Hát amúgy nem akkora hulladék, mint amekkorának gondoltam ugye első ránézésre, de attól még egy hulladék szerintem. És nem hulladék, tehát mondjuk adnék rá 6 pontot egy eskálán, de nem gondolnám, hogy mondjuk ha nem ládákban volna, akkor megvásárolnám, vagy nem gondolnám, örülnék annak, hogyha a ládákból mondjuk ezt kapnám meg egy Tiger Mouse helyett például. Ha? X-lövések. Ó. Mondd, hogy nem. Már kezdtem megijedni. Meg ez hozzá kell tenni, szerintem ezzel a 752-vel sokkal jobban figyelek, mint annó a Tiger Mouse-szal figyeltem. Amúgy megint nincs lövedékem, ez zavaró. Nyilván csak akkor probléma, hogy a sokat lőzett csatában, de nagyon zavaró, hogy ilyen kevés ebbe a lőszer. Síván, aki lehal két lövéssel, annak amúgy ez így nem nagy probléma. Az inkább akkor gond, amikor játékban maradsz, és akkor így fagy a lövedék, és nem lehet utat tölteni sem, meg semmi. Az inkább ilyen helyzetben problémás. Na, nagyjából 6 másodperc lesz, ameddig rendesen becélezzük az objektünket. Ott a halt. M103 még full HP, és beosztja. Ő beosztja. Még valahol egy full HP-n lévő Scorpion-jó. Én valahova egyébként tippelném, hogy van még ott egy bet. Egy bet AP, ami... Mondd, hogy nem. Szóval, ami lehet, hogy bennünket majd fog flankelni. Arra tippelnék, hogy az iszúvágy az, ami bennünket felszpottolt, de ebben nem vagyok biztos, és akkor már inkább tudod, nem akarni kockáztatni. Mostanság rengeteg csatában megszívtam azzal, hogy mentem agresszívan támadtam, mert nehéz tankkal játszom, a világ végén a TD színé sniper bennünket. Ennek ugye nincsen értelme. Ha már valamelyik tankunknak mennie kell, akkor az inkább ugye maga az M103. Az el full HP-ból. És már megint nyomom neki. Na mindegy, nem érdekel. Kilő a Scorpion-ja, akkor kilő, akkor ez van. Miért nem tudok csak megállni? Ahogy bárki más. Félek. Betalpi előhet bennünket, Scorpion-nyú előhet bennünket. Kicsit rettegek, de hát ez ilyen. Okay. Hú, hát igen, ez a pontos löveg.
Amúgy megéri vele kicsit megfontoltabban játszani, én már megint nem fogadom meg a saját tanácsomat ebben a kérdésben. Nem, ezeket a kapáslövéseket, amit csináltam a Scorpion-nyúra, ezeket nem szabad bejátszani, mert ugye utárazol, utána meg 30 másodpercig mulmozol, hogy hát jó, akkor bocs, de én most éppen töltök. Megint 5000 sebzés. Jó, de mondjuk ezek nagyon kedvező matchmakingek voltak. Nem volt az ellenfélnél ilyen rúvágen játékos. Ez alapján nem tűnik rossznak a 752. De amúgy nem érződik hatékonynak sem. Ilyen megfontolt játékkal talán még lehet is haladni vele, de nem se tudja. Mert tényleg ezek amúgy megfontolt játszások voltak, szerintem alapvetően jó csatákkal. Nézzünk még egyet. Nagyon amúgy nem változtatnék ezen a konfiguráción, tényleg maximum annyit, tehát a ventilátor meg a V-stab szerintem mindenképpen kell. Ez a kettő felszerelés amúgy eléggé sokat segít. Helyére HP booster, ha mondjuk kapsz egy Enskert Himmelszorf, volt akár egy Berlin térképet. Talán, csak ugye a HP, van 1800 HP-nk, most ezt ha megdobjuk 10%-kal, vagy 11-12-vel, még az se, nem elképesztően nagy egység, szóval 2000 HP, vagy 1800. Ebben a helyzetben, amúgy a gond az lehet, hogy ugye van dupla artia az ellenfélnek. Szóval, ha beállok cooldownra, akkor feltehetően ugye az a két artia engem onnan kirobbant. Plusz, ha beállok cooldownra... Uram, maga ön. Szóval, ha beállok cooldownra, akkor ugye a kupolán elsznipolt bennünket az AMX 4 is. Akkor aztán nem vagyunk előrébb. Talán jobb lehet. Amúgy volt mostanság néhány olyan csatár, mint például ez is, amikor így valahogy a többiek, mintha kiadnák a várost. Figyelj, jobb híján kettő vaklövés. Ugye a terv nagyjából annyi, hogy egész addig, ameddig nincsen biztos információnk arról, hogy az ellenfél tulajdonképpen hol játszik, addig tényleg egy ilyen biztonsági játékot tudunk. Ennyit a biztonsági játékról, úgy érzem. Akkor az egy dolog, amiben amúgy ez a tank nem rossz. Jó, ló! Igen, az egy dolog, amiben az a 752 jó lehet. Eszetlen, undorító, rúvágen játékstílus. Hát igen. Hát igen. Nem igazán van jó pozíciója annak az AMX-nek, az igazság. Színészek chat. Színészek mindenhol. Elvárom a kommenteket, hogy... Sef, nekem mit maradszak ilyen ellenfeleim? Soha. Soha? De mondtam már, hogy nem kéne ilyen feltűnően. Ellenfél. A végén lebukunk, Wargaming. Oh-oh, YOLO.
ez érdekes volt. Az ellenfél a városban lényegében semmit nem csinált, szinte azonnal elvéreztek. Azt akarom megnézni, hogy van esély arra, hogy találok valami szkorpinyót, afkolókobrát, de még amúgy arra lehet, hogy lesz esély, hogy a kobra az valahol tudott beafkolt a kezdőpont környékén. Aha. Egy Panther 2. Ez baj. TD. Valahonnan a szemből, bokorból, vagy igazából nem tudom. Amúgy egy tárból Panther 2 meg lehet. Oh baby. Oké. Hát igen, nem célzol, akkor visszállni fogsz. Ez egy ilyen tank. Ez egy ilyen tank. Na ne. Na ne. Ez para. Nem láttam jönni a betonkempes sárt. Nem fogok hazudni őt így valahogy. Nem láttam jönni. Na. Uram, visszajáró érdekel. És az a baj, ebbe indulunk. Ha beszpottoljuk ugye a sert, akkor azonnantól easy assist his life. És szállt az emberünk 100 HP-n kempelni. Hana. Figyeljetek, most a három csata igazából olyan nem mutatta be ezt a tankot, mint hogyha ez egy jó tank lenne. Kicsit ilyen IS-3A feeling. Tudom, hogy annak ilyen szekvenciális töltési minikája van, abból is ugye fordított, de talán az hasonlít. Ha valami tetszik egyébként a tankban, tehát például önmagában tényleg az, hogy ugye a torony lényegében ilyen trükkös megoldással működik, ez a löven megemelés ez tud segíteni. És gondolom, hogy önmagában maga az átlag se volt rossz, ugye 4.3 ebből a három csatából, igen, most a játék sokkal jobban ment. Igazán meglepő, de azért elmondom. Lehet vele farmulni, itt tényleg ez a 30 lövedék, ez nekem baromi kevésnek tűnik. A tank töltés ideje szinte egy turbócsatához kevés, szerintem ebben a körben is itt Berlin térképen a legvégén a gond az volt, hogy olyan nem tudtam rendesen betölteni, maga a mérkőzése az ugye túl gyorsan véget ért. Meg hát tényleg zavaró az, hogy ugye lövök lényegében 6-szor, vagy hát 6-szor tározok ugye az ellenfél, és onnantól már nincsen alaplövedékem. Szóval lehet, hogy ez a tankkal valójában kell játszani, egy loadoutod, mondjuk nem tudom, egy teljes tár AP-val, egy AP-célrel, meg egy fordítva olyan helyzetekben, amikor mondjuk van az ellenfélnél rengeteg 10-es tank, mouse-ok, Type 5 heavy-k, minotaurók, E3-ak, stb. Hát figyeljetek, én nem látom annyira fantáziát ebben a nehéz tankban. Nekem alapvetően már az elején volt egy ilyen előítéletem a tank kapcsán, ez igazából olyan sokat nem változott, bár el kell ismernem, hogy nem voltak olyan nagyon szörnyen rosszok a csaták. Itt azért a csata elhúzódott, szerencsém volt, rengeteg Pepega ellenfelem volt, ugye a Cobra az első csatában, itt ugye az AX, meg ugye az AMX-M4. Egynek elmegy, nem lesz a kedvenc tankom,
talán egybe kettő körre belegurulni. Szerintem egy Tiger Mausehoz képes ez a tank egyébként összességében gyenge. Egyébként pedig, ha tetszett a videó, akkor lájkot kérlek lőjetek rá, ha elérjük az 1000-et, akkor 3 darab Radiopsos ládát fogok sorsolni a hozzászólók között. És mi mindig nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, én Chef voltam, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig is sziasztok!